Eladóház és üzlet, hirdeti a felirat egy sárpilisi ház ablakában. Az egykor szebb napokat látott épület évekkel ezelőtt boltként funkcionált. Lepergő vakolat, üresen égtelenkedő kirakat, kietlen környék. Ez a bezárt magyar kisbolt pedig már Decsen található. A faluban több más tolnamegyei településhez hasonlóan több üzletre került lakat az elmúlt években az alacsony forgalom miatt. A KSH adatai szerint 2005-ről 2019-re az üzletek negyede zárt be Magyarországon. Ebből több mint 10 000 volt élelmiszerbolt. Fischer Sándor, a Tolna megyei kereskedelmi és iparkamara elnöke szerint azóta csökken a kisboltok száma, amióta a bevásárlóközpontok megjelentek Magyarországon. Csökken a lélekszám a falvakban, másrésztről nem versenyképesek, ugye a nagy boltok könnyebben tudnak árut beszerezni, olcsóbban is tudnak, gyakorlatilag könnyebben jutnak hitelhez, ha kell bevásárláshoz. Tehát helyzeti előnyben vannak, és ezt a kisboltok nem tudják követni. Az egyik nagy hazai boltokat magába tömörítő szövetség több milliárd forintos támogatást remél az államtól, a 2000 fő alatti településen működő boltok megsegítésére. Egy minisztériumokon átívelő szakértői gárda már hónapok óta intenzíven dolgozik azon, hogy az uniós szabályoknak maradéktalanul megfelelő támogatási formát dolgozzon ki. A Tolna megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke azonban kevés esélyt lát arra, hogy az Európai Unióban rábólintsanak erre. Ez jó lenne abból a szempontból, hogy ezek a kis boltok megmaradjanak, de vannak kétségeim, mert az Európai Unió versenysemleges gazdaságot ismer el, és ez azt is jelenti, hogy ez megborítaná a versenysemlegességet. Ez egy nagyon nehéz harc lesz kivívni az Európai Unióban. Fischer Sándor úgy látja, szükség lenne a 2000 fő alatti lélekszámú települések boltjainak megmentésére, mert ha teljesen eltűnnek ezekről a falvakról a kisboltok, az ott élő idős, szegény generáció számára válik nehézzé és költségessé a bevásárlás, hiszen a másik településre való utazást nem mindenki engedheti meg magának. A statisztika alapján a bolt nélküli települések száma a 2005-ös 58-ról tavaly már 284-re nőtt.